182-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 309 igen szavazattal, 39 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a T/3483-as számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 307 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 38 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, ahogyan azt az országgyűlés elnöke a napirend elfogadásakor jelezte, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló 2010 évi 158-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz módosító javaslat érkezett. Így a részletes vitára ma este utolsó napirendi pontként kerül sor. Az országgyűlés, tisztelt országgyűlés, soron következik a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Font Sándor, Ivanics Ferenc és Sebestyén László Fidesz képviselők önálló indítványát H/3240-es számon, az egységes javaslatot pedig H/3247/12-es számon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Megnyitom a záróvitát a T/3240-es 7/14-es számú ajánlás 1-es pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Mivel több felszólaló, nem jelentkezett, így most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az egyes pont szerint, amelyet az Alkotmányügyi Bizottság is támogat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 301 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 46 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta. Most a zárószavazás következik. A határozat hozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja valaki ismertetni, jelentkezőt nem látok. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, elfogadja a H/3240-es számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 302 igen szavazattal, 46 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatára szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Nagy Andor, Pálfi István, KDNP és Papcsák Ferenc Fidesz képviselők önálló indítványát H/3345-ös számon, az egységes javaslatot pedig H/3345/11-es számon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja valaki ismertetni. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a H/3345-ös számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 349 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés téper 3415-ös számon, a bizottságok ajánlásait pedig téper 3415/7-es számon kapták készhez. Emlékeztetem önöket, hogy az államtitkári zászló részletes vita után már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás harmadik és hatodik pontjában szereplő indítványokat támogatja. Most ezekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést. Elfogadja a támogatott módosító javaslatukat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 304 igen szavazattal, 45 ellenszavazattal tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! A további módosító javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP, illetve a Jobbik kérte ezekről történő határozathozatalt. Az ajánlás 1-es és 2-es pontjaiban Szabó Rebeka, a 2-es, illetve a 3-as paragrafusban a zöldséggyümölcs ágazati, valamint a szőlő- és borágazati szakmaközi szervezet, tervezet tevékenységének vizsgálatára vonatkozó rendelkezést terjeszt elő. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 99 igen szavazattal, 250 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 4. és 5. pontjaiban Kepli Lajos, a 8. paragrafusban a költségvetési törvény, a 9. paragrafusban pedig a környezetvédelmi törvény módosítását javasolja a környezetvédelmi bírság felhasználásának új szabályával. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 48 igen szavazattal, 301 ellenszavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, az árószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat záró vitája és zárószavazása. Sebesnyén László Fidesz képviselő önálló indítványát téper 3387-es számon, az egységes javaslatot pedig téper 3387/54-es számon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát a téper 3387/63-as számú ajánlás 1-től 83-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Megadom a szót Szilágyi László képviselőnek az LMP képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Országgyűlés, fenekestül felforgatja a termékdíjrendszert az előttünk fekvő javaslat, ami önmagában nem baj természetesen. Többször kifejeztük mi is az igényünket azzal kapcsolatban, hogy nem teljesen jó ez a szabályozás, és az elmúlt 15 évben rengetegszer kellett már módosítani, és ráfért már egy átfogó módosítás is. A koordinátor szervezeti rendszer nem működött teljesen megfelelően minden elemében, és ezért biztos vagyok benne, hogy hozzá kellett ez nyúlni, és ami még nagyobb baj, hogy a környezetvédelmi célokat nem értük el. És ezek a célok nem mások, mint hogy kibocsátás csökkentést érjünk el minden termékdíjas kategóriában. Ez 15 év alatt soha egyetlen egyszer sem teljesült. Tehát változtatni kellett. Én azt gondolom, hogy nem ilyen módon kellett volna újra szabni a rendszert. Az államnak meg kellett volna hagyni egy nagyon erős szabályozó és még erősebb ellenőrző szerepet, de meg kellett volna hagyni a gyártói felelősség elve szerinti szabályozást. Mindezek ellenére az az államosítás, ami most zajlik, akár működhetne is. Ismerünk olyan példát, ahol az állam jó gazdája a hulladékgazdálkodásnak,
Magyarországon is volt már ilyen, sajnos nem mondhatjuk el, hogy ez ekkor rendesen működött volna. A zárószavazás előtti indítvány több koherencia zavart is mutat. Alkotmányos, uniós és versenyjogi problémákat vet fel, és a módosító indítványainkkal ezeket szeretnénk kiküszöbölni. Közös felelősségünk, hogy most ebben a pillanatban módosítsunk az előttünk fekvő szövegen, és ne essünk abba, vagy ne jussunk arra az állapotra, hogy néhány hónap múlva esetleg majd az Unió vagy az Alkotmánybíróság megsemmisít ebből bizonyos passzusokat. Nagyon komoly veszélyei vannak annak, hogy a régi rendszert már felborítjuk, nem kötik meg a koordináló szervezetekkel a hulladékgazdálkodási szerződéseket, viszont az új rendszer még nem működőképes alkotmányos vagy uniós problémák miatt. Több módosító indítványt adtunk be azzal kapcsolatban, hogy a törvénytervezet indokolatlanul megnehezíti az egyéni teljesítést, magyarán azt, hogy a cégek a saját maguk kibocsátása után saját begyűjtő és hasznosító rendszert üzemeltessenek, a közös teljesítést pedig kizárja. Számunkra mind a kettő elfogadhatatlan, de gyorsan tegyük hozzá, hogy nem számunkra, hanem az uniós szabályozás filozófiájából ez abszolút nem vezethető le. Az Európai Unió joga tiltja a diszkriminatív adóztatást, a mennyiségi korlátozásokat és az azzal azonos hatású intézkedéseket. Itt csak az gyűjthet majd az a kötelezet, aki telephelyen rendelkezik, és így indokolatlan hátrányba kerülnek azok a forgalmazók, akik Magyarországon telephelyet nem tartanak fenn. Egy másik módosító csomagunk arról szól, tisztelt ház, hogy a törvényjavaslatban jelzett határidők betarthatatlanok. Márpedig itt nyilvános közbeszerzési tervet kell majd készíteni, és egy törvényi szintű inkoherencia állhat elő, hogyha a közbeszerzési törvény rendelkezésének nem tudunk megfelelni. Márpedig a felállítandó országos hulladék gazdálkodási ügynökség közbeszerzései mindenképpen meghaladják a közösségi értékhatárt, ezért nyílt nemzetközi tendereket kell majd lebonyolítani, és az itt megjelölt idő nem elegendő arra, hogy ezt rendesen megtegyük. És ez komoly baj lehet, hogyha ezeket a tendereket esetleg megtámadják, közbeszerzési döntőbíróság elé mennek, akkor újabb hónapos csúszások állhatnak elő, és így a hulladék gazdálkodási rendszerünk nem lesz működőképes. A másikban, hogy a kezdeti időszakban ez a bizonyos országos hulladék gazdálkodási ügynökség nem is tud majd tendert kiírni, hiszen nem lesz rá fedezete. Ezért egy olyan módosító indítványt adtunk be, amelyik forrást biztosít az első negyedéves időszakra ennek a bizonyos OHÜ-nek. Kérem szépen, hogy támogassák, hangsúlyozom, fedezett igazolás nélkül az OHÜ nem hirdethet majd közbeszerzést. És ez komoly probléma lehet. Egyik legnagyobb baja az előttünk fekvő törvénytervezetnek, hogy ellentmond a gyártói felelősség megállapítását és működtetését előíró uniós irányelveknek. Meg kell hagyni a vállalkozóknak és a kötelezetteknek azt a lehetőséget, és ez az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló keretirányelv egyértelműen leszögezi, hogy a nevükben eljáró harmadik felek is megtehessék a hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, és hogyha ez így marad, akkor könnyen lehet, hogy olyan helyzetben kormányozzuk magunkat, hogy az Unió infringement eljárást indít a termékdíj törvény miatt, mint ahogy megtette ezt néhány évvel ezelőtt is. Még egy nagyon fontos dolog van, hogy egy bizonyos fajlagos rendszerirányítási alapköltséget ír elő a jogszabály, amit annak is meg kell fizetni, annak az egyéni teljesítőnek, aki minden követelménynek megfelel, az utolsó grammig visszagyűjti a saját hulladékait, és ezt hasznosítja is. Ez azt gondolom, hogy indokolatlanul és diszkriminatívan teszi a törvényjavaslat. A rendszer irányítási alapköltség fizetése alól mentesíteni kell az ilyen vállalkozásokat. Én azt gondolom, ez a jogszabály, hogyha így marad, ez alapvetően ellentmond a környezetvédelmi célnak, és komoly versenyjogi aggályokat vet fel. Tisztelt Országgyűlés, most még van egy pillanat, hogy ezeket a módosításokat megtegyük, és azt gondoljuk, hogyha ezeket megtesszük, akkor ez az országos hulladékgazdálkodási ügynökség egy sokkal csendesebb és békésebb terepen tud felállni, és nem lesz majd olyan helyzet néhány hónap múlva, hogy az Unió esetleg megszünteti ezt a rendelkezést. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr! Következő felszólaló, Lóla Lajos, az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt előterjesztő!
Állítólag ez a törvényjavaslat már egy éve kész van, és hát azt a kérdést tettük fel államtitkár úrnak és a minisztériumnak, hogy akkor miért nem maga a minisztérium nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot, és hát erre nem találtunk más magyarázatot, mint hogy szokásos módon ki akarták kerülni a megfelelő társadalmi egyeztetést, ki akarták kerülni azt, hogy az érintett vállalatokkal, több tízer embernek munkát adó vállalatokkal, civilekkel megtörténjen valamiféle egyeztetés. Azt hagyján, hogy ezt csinálták, emellett számos olyan hibát vétettek, amely meggyőződésünk szerint a törvény alkotmányosságát kérdőjelezi meg. A környezetvédelmi törvény egyértelműen előmondja, hogy előírja azt, hogy az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak meghatározott idővel a benyújtás előtt meg kell küldeni az előterjesztőnek ezt az anyagot a szükséges háttérszámításokkal egyetemben. Se a törvény nem került megküldésre, és a háttérszámításokat azóta is várjuk, mind a Környezetvédelmi Tanács, mind pedig parlamenti képviselőtársaim is várják, de hát az anyag az csak nem érkezik. Ahogy előbb elhangzott, talán az egyik legnagyobb hibája, hogy az Európai Unióban alapként szolgáló gyártói felelősséget kivették a rendszerből, és megszüntették mindamellett a közös teljesítés lehetőségét is. Ezáltal azt gondoljuk, hogy nem csak a magyar jogi normákba ütközik ez a törvényjavaslat, hanem Európai Uniós normákba is. Éppen ezért tényleg azzal szembesülhetünk, mint ahogy képviselőtársam előttem elmondta, hogy hát a régi rendszer már nem fog üzemelni, az új rendszer pedig nem lehet bevezetni, mivel ellentétes az Európai Uniós normákkal. Meggyőződésünk szerint ez a mostani törvényjavaslat olyan munkáltatókat ver szét, amelyik több ezer ember munkáját szünteti meg, tehát nem hogy munkahelyek növekedését, hanem munkahelyek elvesztését vonja maga után. Olyan költségeket tesznek a különböző termékekre, amelyek egyértelműen árdrágulást fognak okozni, és pont abban a szektorban, ahol egyébként is nagyon érzékeny vásárlói réteggel nézünk szembe. A termékdíjnak hát egy kis túlzás ezt hívni, hisz nem is másról szól, mint adóról. Azt tisztán látszik, hogy a pénz legnagyobb része, ami be fog folyni, az nem a környezetvédelmet fogja szolgálni, hanem egyszerűen csak a költségvetés támogatására lesz elegendő. Új ügynökséget kívánnak önök felállítani, de hát ez az ügynökség eleve olyan furcsa közbeszerzési szabályokkal indul, amelyikben biztos vagyok, hogy meg fogják támadni ezeket a kiírásokat. Ráadásul hát olyan kedvezményekkel akarnak élni, ami érthetetlen. Valóban olyan időkorlátokat határoznak meg, miszerint az ügynökség felállításától számítva 2 héten belül a terve elfogadását követően már közbeszerzéseket kellene kiírni. Azt gondolom, hogy azért környezetvédelmi szempontból a legnagyobb hibája, hogy a törvénykezés menetébe nincs elhelyezve. Talán először a hulladékgazdálkodási törvényt kellett volna végiggondolni és elfogadni, és utána lehetett volna a termékdíjról beszélni. De meggyőződésünk, hogy ez a törvény így ebben a formában nem teljesíti azt a kívánt célt, hogy az uniós előírásokat tudjuk teljesíteni, sőt esetleg azoknál többet is be tudjunk gyűjteni. Mindezek alapján azt kérjük tisztelt képviselőtársaintól, hogy ezt a törvényt ne szavazzák meg, jogilag és tartalmilag is ezersebből vérzik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Lampert Mónika képviselőasszonynak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Tekintettel arra, hogy a zárószavazás előtti koherencia zavar kiküszöbölő módosító indítványokról az Alkotmányi Bizottságban is tárgyaltunk. Én szeretném itt a plenáris ülésen is felhívni arra a figyelmet, hogy milyen veszélyei vannak az ilyenfajta jogalkotásnak. Azon túl, hogy önök kellemetlen helyzetbe hozták az előterjesztő Sebestyén László képviselő urat, mert olyan zárószavazás előtti módosító indítványokat kellett volna neki megérvelni az Alkotmányi Bizottságban, amire fizikailag sem volt ideje, hogy megfelelőképpen áttekintse. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen stróman törvények, mint amilyen ez is, rendkívüli kockázatokkal járnak.
Én azokat a szakmai kockázatokat nem kívánom itt elmondani, amelyről LMP-s képviselőtársam is és Orrá Lajos hozzáértő szakpolitikus képviselőtársam beszélt, de azt mindenképpen furcsának tartom és kritizálandónak tartom, ahogyan az Alkotmányügyi Bizottságban ez a vita zajlott. Amikor konkrétan megkérdeztük, hogy például a 13. sorszám alatt, pont alatt benyújtott módosító indítványban milyen jogszabályba ütköző, vagy ezen törvénymódosításon belüli koherencia zavar kiküszöbölését szolgálja az, hogy az anyagáramonkénti legalább 75%-ban külföldre igazoltan kiszállított anyag, ra vonatkozó normát kiveszik, és betesznek egy olyan szabálytól, ez a 75% nem szerepel. Ez nyilvánvalóan nem koherencia zavar kiküszöbölését szolgálja, hanem egyszerűen az utolsó pillanatban még eszükbe jutott, hogy valamit máshogyan kellene szabályozni. És ami az egészben a legnagyobb, nem akarok durván fogalmazni, de mégis azt kell mondjam, szégyen, hogy amikor ilyen helyzetbe hozták a képviselő urat, hogy neki válaszolni kellett előterjesztőként, akkor az első kérdésünkre azt a választ adta, hogy hát igazából ezt a gazdasági minisztérium kérte, hogy ilyet adjanak be, és hát ott biztos tudják, hogy mi ennek az oka. Mi azért megpróbáltunk a dolognak a mélyére mégiscsak rákérdezni, hogy miért kellett ilyen módosító indítványt beadni, amikor is a képviselő úr elveszítette a türelmét, és szó szerint a következőt mondta. Sebestyén László képviselő urat idézem. Köszönöm szépen a hozzászólást. Ilyen jellegű megnyilatkozásokat már az MSZP részéről többször is hallottunk, vitákon, bizottsági meghallgatásokon. De higgyék már el, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és mit szeretnénk kihozni belőle. Ennyi volt a szakszerű válasz, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a jogalkotásnak a szégyene. A Magyar Szocialista Párt a szakmai tartalmak miatt, amelyet Orrá Lajos elmondott, és az eljárás miatt, amelyre én utaltam, nem fogja tudni megszavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percre Jábor Benedek képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Én csak tájékoztatni szeretném önöket, hogy amikor a bizottságban napirendre tűztük ezt a törvényjavaslatot, akkor vita alakult ki a bizottságban azzal kapcsolatban, hogy ezt a törvényjavaslatot a házszabálynak, illetve a vonatkozó törvényeknek megfelelően került-e beterjesztése. Meggyőződésünk szerint ütközik a környezetvédelmi törvénynek több rendelkezésével. Ebben az ügyben jogértelmezést kértem az Alkotmányügyi Bizottságtól, amely első körben a kérdésemre, hogy vajon a házszabálynak és a környezetvédelmi törvénynek megfelelően került-e napirendre ez a javaslat, azt reagálta, hogy kétségbe vonta a jogomat, hogy hozzá az Alkotmányügyi Bizottsághoz forduljak jogértelmezéssel. Második körben a megfelelő házszabály hivatkozásokkal és a jegyzőkönyv megfelelő részének a becsatolásával újra érdeklődtem az Alkotmányügyi Bizottságnál. Erre mind a mai napig nem kaptam választ, úgyhogy jelenleg a legnagyobb kétségek között vergődünk, hogy vajon a törvény az a házszabálynak és a törvénynek megfelelően került-e a ház elé. Ennek tudatában kérem, hogy szavazzanak róla. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Most Bödecs Barna képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, a Jobbik frakció a benyújtás módjával szintén nem értett egyet, és örültünk volna neki, hogyha nem ebben a formában kerül ez sorra. Ugyanakkor a szabályozás tartalmával egyetértettünk. Szintén sajnáljuk azt, hogy azt a rengeteg módosító indítványt, amely a szabályozás javítását és mondjuk úgy, hogy koherensé tételét szolgálta volna, illetve adott esetben egyes gazdálkodói csoportok érdekét szolgálta volna, meg a többlet adminisztráció elkerülését szolgálta volna, azt a bizottságok nem támogatták, és a részletes vitát követően a szavazásnál az ház sem támogatta. Ezzel együtt a Jobbik úgy találta, hogy ennek a területnek a sürgős újraszabályozására szükség van, a szabályozás irányával egyetértünk. Úgy gondoljuk, hogy nem kerülhető el egyébként a most elfogadásra kerülő törvény javítása és a közeljövőben történő módosítása. A Jobbik ezzel együtt most támogatja a javaslatot abban a reményben, hogy ez hamarosan javításra és módosításra kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Józsa István képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyára illetlenség, hogy záróvita előtti módosítóról, mint eredetileg matematikus, meg kell, hogy állapítsam, hogy
nem tudtak 6 szótagig elszámolni az előterjesztők, és nem tudják, hogy a termékdíj köteles az csak 6 szótag, tehát nyugodtan egybe lehet írni, sőt, egybe kell írni. Ennél sokkal fontosabb, hogy arra mutat ez a zárószavazás előtti módosító, hogy férc munka készült. Tehát nem alapos munka, hanem egy férc munka. Arról is szeretnék szólni, hogy 50 milliárddal szeretnék tovább sújtani a magyar fogyasztókat, mert ne legyen kétség, ez az 50 milliárd, amit termékdíjból pluszba be akarnak szedni, az át fog menni az árakba, és ahogy bizottsági ülésen, a gazdasági bizottsági ülésen valaki őszintén elmondta, ez még csak az első lépés, az első 50 milliárd, jövőre már 100-at szeretnének bezedni ugyanezen a címszó alatt. Én úgy gondolom, hogy a gazdaságpolitikát tekintve ez nem jó út. Ha megszámoljuk, tavaly volt 4 külön adó, 4 extra adó, ez az 5., a betervezett hamburger adó a 6., mindegyikből súlyos 10 milliárdokat akarnak beszedni, ami a fogyasztói árakba megy át. Ez megszorítás, hogyha a fogyasztás fellendülését szeretnék, akkor ezt ne csinálják, nem vezet jóra. Tehát ez a zárószavazás előtti módosító egy rossz előterjesztés, rossz kiegészítése. Nem javaslom megszavazni. Köszönöm szépen, képviselő úr. Szilágyi László képviselő úr következik 2 percre. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt háza, termékdíj lényege az ösztönzés lenne. Erre is lett kitalálva, és ez lenne a valódi funkciója, nem pedig az, hogy minél több bevételhez juttassa az államháztartást. A termékdíj akkor jó, hogyha minél kevesebb folyik be belőle, mert ez azt jelenti, hogy megvalósult a környezetvédelmi cél. A környezetvédelmi cél az, hogy minél kevesebb hulladékot bocsássunk ki, és a kibocsátott hulladékból minél többet külön gyűjtsünk és hasznosítsunk. És hogyha ezt megtették azok a vállalkozások, akik ezért felelősek, akkor nyilvánvalóan nem az államháztartást fogják gazdagítani mindenféle milliárdokkal, hanem a környezetvédelmi célra fognak koncentrálni. Ez a cél végképp elvész a termékdíjtörvényből. Eddig sem működött jól, nem állítottuk, hogy ez jól működik, de nem ilyen formában kellett volna hozzányúlni. A környezetvédelmi cél, még egyszer mondom, az, hogy minél több hulladékot begyűjtsünk és hasznosítsunk. És ennek a termékdíjrendszernek a legnagyobb hiányossága és hibája az lesz majd, hogy gátja lesz a későbbi fontos szabályozási lépéseknek. Éppen az, amit államtitkár úr többször emlegetett nagyon helyesen kormányra kerülése óta, hogy itt betétdíjra lenne szükség, méghozzá kétféle betétdíjra. Az egyik az, amit az eldobó csomagolásokra kivetünk, és ezzel a betétdíjjal gyakorlatilag ingyen vissza tudjuk juttatni az iparba a csomagolási hulladékot, és a másik betétdíj, ami pedig már megvolt eddig is, és a rendszerváltás előtt nagyon jól működött, és ez nem más, mint az újratöltést célzó betétdíj. Ez a termékdíj törvény a jelen formájában a legnagyobb gátja lesz annak, hogy ezeket a díjakat újra bevezessük. Csak ne legyen igazam. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem, Sebestyén László képviselő urat kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Jobbik és a szocialisták és az LMP alaposan szétagódta magát. Ugyanezt történt gyakorlatilag, és elnézést kérek a Jobbikos képviselőtársamtól, ugyanezt történt bizottságülésen, ugyanezt történt a részletes vitán, ugyanezt történt az általános vitán. Annyit azért szeretnék előjáróba elmondani, hogy sem Miskolcon, sem Diósgyőrben, sem hazánkban, semmi, tehát sehol nem az enyém, sem a gumi, sem az akkumulátor biznisz. És nem is lesz, bárki is sugal ilyeneket. Voltak ilyen jellegű észrevételek. Egyébként 30 éve ténylegesen foglalkozom környezetvédelemmel, és úgy gondolom, hogy az MSZP-s polihisztorok viszont nem. De miért is van szükség itt a termékdíj törvényre? 1960-tól 20-szorosára nőtt a hulladék mennyisége hazánkba. A cél a környezetszennyezés megelőzése,
csökkentése, természeti erőforrások takarékossága, környezeti veszélyek és károk megelőzéséhez pénzügyi forrás megteremtése, továbbá az EU-s és a hazai hulladékgazdálkodás megfelelő szabályozásának elősegítése. Kiemelt cél az újrafeldolgozás és a hulladékhasznosítás. A minisztérium szakértő csoportja egy éve készíti elő ezt a törvényt. Egyébként a termékdíj kötelezett hulladékokról, ugye akkumulátorok, csomagolás,